Laura és Norma videókat fogunk nézni, meg nem fogjátok elhinni, de meg kell néznünk, de szerencsére már tudom, hogy hova kell tekerni benne, szóval nem lesz szenvedés. Szia! Nagyon jók az új videóid! Egy hete rendeltem az e-cigitből, és a 3 éves kisfiam Pikpak letette a cumit. Már csak a mangó licsit nyomja Henrik. Még egyszer köszi! Na ez egy real üzenet, ezt miért nem tette ki sztoriba az öreg? Ja igen, ez is itt volt. Kirakta, hogy hamisíthatatlan, utánozhatatlan Prime, mert ugye most a Balázs Kicksbe is bele akart rúgni így egyet valahogy, hogy ugye ő kirakta a Zorditalt. Na most teszem fel én a kérdést, hogy ki az, aki hamisított elfbárakat árul, amiket Kínában ugye megcsinálnak. Azt nem tudom, hogy azt ki csinálja amúgy, meg hogy a G-Fuel-nak a porját például az XP formulaként ki az, aki lekopiszta, mert ugyanúgy nézett ki a kettő, ugyanaz volt a koncepció, nem tudom, hogy ilyet ki csinált. Hát, hamisíthatatlan, utánozhatatlan ugyebár. Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Ezt kirakta Steve Storyba. A magyar jogszabályok szerint büntető törvénykönyv az alábbiakat rögzíti ebben a körben. Ügyvédre! Na, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, hírezte, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés 2 évig terjedő szabadságvesztése, ha a rágalmazást aljas indokból vagy célból csinálod, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Itt ezeket, amiket itt ír, hogy becsület csorbítására alkalmas tényt állít, ezt ő megcsinálta rólam, és ez tényállítás az ugye nem volt igaz. Tényleg, mint ez a manin gyerek is, hogy ez gyakorlatilag semmi más nem tud, böfög össze-vissza mindenféle dolgokat mondani. Figyelj, ha egyszer én csinálnék róla egy videót, hogy milyen eljárások mennek a csávó ellen. Tehát konkrétan azt rakta ki, amit ő csinált, nem azt, amit én csináltam, mert én ugye úgy állítottam dolgokat, hogy a becsületének a csorbítására lehet, hogy alkalmasak ezek a dolgok, amiket én állítottam, viszont egy a gond velük, hogy igazak. Ott vannak a bizonyítékok, szóval így viszont nem állítottam hamis tényt. Ja, meg azt is mondta, hogy drogot árulok, és azt írta nekem, hogy ne áruljak drogokat, és ugye ezt is kirakta a sztoriba, ez is amúgy a becsület csorbítására eléggé alkalmas dolog. Akiket mondjuk a kisfiad hallgat, Steve, rapperek, elmondom neked, hogy nagyjából a felük kábítószerrel kereskedik, és hallottam történeteket a kisfiúnak az iskolájából is, hogy ott milyen dolgok vannak. Szóval én a saját házam táján söprögetnék, not gonna lie. Hallod, barátom? Igen. Óriási lelepleződésbe vagyunk. Hallgatom. Valamit mi titkolunk a Lamboxon. De? Nem megy az oldal! Mi valamiért most ezt leszettük, és egyszerűen nem lehet elérni. Milyen titok van, mit rejtegetsz az oldalon? Légy szíves, most mutasd meg, mert... Hamarosan silló slide, oda van írva, hamarosan silló slide. Na ne! Úristen! Az első olyan dolog, ami nem káros, amit árulni fog. Hát ez nagyon jó. Végre. Miért nem megy a Lambox oldal? Tudom, hogy miért nem megy az a Lambox. Na miért oldal? Nem? Azért nem megy, mert az egészet frissítsük le, de hogy így nagyon durván. Tehát, hogy... De miért kell lefrissíteni egy oldal? Mert elmaradott volt már nagyon. De az mit jelent? Ja, igen, igen. Vagyis nem volt ötletük. Azért kim voltak még a kibaszott izé Christmas boxok is rajta. Pont most, amikor szóba kerültek. Pont most. Remélem, akkor rajta lesz az ASF is amúgy meg ilyenek. Mert a többi weboldalukon nincsen amúgy. Ami szintén teljesen illegálissá teszi. Ja, és amúgy az európai jogszabályok szerint, ennek utána néztem, az európai jogszabályok szerint amúgy maximum 2 milliliteres tartálya lehet egy eldobhatós e-cigarettának. Tehát mindegyik illegális, amit árul. És nem csak azért illegális, mert Magyarországon illegális, hanem az egész Európában nem lehetne ezeket forgalmazni. De ugye ezekben ilyen 16-20 milliliter likvid van, elméletileg. Legalábbis ahhoz, hogy mondjuk 15 000 lukkos legyen, ahhoz kell bele annyi. És ez sem legális. Amit ugye lehet, hogy ő árul a webshopján, amit ugye hirdetett a kisfia valamilyen oknál fogva. Ki nevén van a cég? Tök mindegy, hogy kinek a nevére van rakva a cég.
Attól még elég egyértelmű szerintem a dolog. Meg a tagnak van vagy 6 cége, honnan tudod, hogy melyiknek mi a tevékenysége? Meg hogy mondjuk azt a bevételt, amit a Lamboxból vagy az Elzügiből kapnak, melyik cégen keresztül adózzák le? Jelent át is építed ilyenkor? Vagy figyeld. Tehát minden? Minden. Tehát azt jelenti, hogy teljesen mások lesznek a klisék? Hogy igazából az egész oldalát lett építve, föl lett az egész frissítve. Tehát egy mostantó... Tehát akkor nem titkolunk semmit? Semmit nem titkolunk, csak átépítettük az egészet, hogy úgy nézzen ki. És mikor lesz elérhető Domi az oldal? Domicitink, mondja, bazeg, nemrég jöttem, és azt hittem ez a Döripicsú. Mint hogyha a videómban amúgy az lett van az egyetlen dolog, amit 50 percig mondtam, hogy a Landboxon titkolnak valamit. Egyszer elmondtam, hogy érdekes módon amúgy ott nem találtunk semmit, de lementettem mindent. És látod. Ezért nem találtam semmit. Wow, hát bazd meg. Ezzel most aztán jól megmutatták. Amúgy meg ez nem is egy szoftver, mi a faszom ez? Ez valami ingyenes szarnak tűnik, vagy ez. Ez lehet, hogy WordPress, vagy nem tudom. Az hát, persze, hogy WordPress. Hogy úgy nézzen ki. És mikor lesz elérhető? Szerintem jövő hét elejétől. Addig is elmegyek én, mert déltől meg lesz egy BE kategóriás forgalmi vizsgám az utolsó, úgyhogy szorítsál nekem! Jó, még egy jármű, amivel lehet gyorsan hajtani! Let's go! Hogyha meg vagyok, akkor megyek a jogsírt, tesó! Ugorj már be hozzám, nézd már meg, hogy mi újság van, jó? Na itt vagy, drága barátom. Mi van, megnézted? Megnéztem, nem nagyon tudok hozzászólni igazából sem. Vagy nem tudom, mit mondjak. Nem is kell, soha sem. Na figyelj, ez most, mert itt megnézette a taggal a videómat, és nem tud mit hozzászólni. Hát 50 percig nézte, és csak így ült, hogy hát ez rossz, ez rágalom, én nem ilyennek ismerem a Stevie-t. Ezeknek az embereknek újdonság az, hogy valaki nem olyan, mint amilyennek mondja magát. Wow! Úristen, hát ez az emberiségben most történik meg először, nem? Hozzászólni igazából sem. Igen, vagy nem tudom, mit mondjak. Nem is kell, soha semmiért nem ítéltek el, még egyetlen gyors hajtásért sem. Legnagyobb megengedett sebességre vonatkozó szabályok megsértése miatt. Na mindegy, nézzük tovább. Ittas vezetésért sem, kábítószer fogyasztásért sem, adócsalásért sem. Soha semmilyen ilyen helyzetben nem voltam, börtönben sem voltam, soha. Dehogy nem, ő mondta, hogy volt börtönben, konkrétan az előző videóban, vagy valamelyik podcastben mondta, hogy illegálisan banánokat, meg ilyeneket vitt át Romániába, és ott eladta őket, vagy valami ilyesmi, és bevitték 3 napra börtönbe. Ezt ő maga mondta, banánokat csempészett, vagy valami ilyesmit. Őrizetben volt, hát ez nem ugyanaz? Akkor fogda, ne. Jó van, egye fene. Soha ebben a mocskolásban nem szeretnék tovább részt venni, bizonyos emberek azt szeretnék, hát... Nem szeretne tovább részt venni benne, pedig ő kezdte el. Na hát... Soha semmiért nem ítéltek el, még egyetlen gyors hajtásért sem. Soha semmiért nem ítéltek el. Azt mondta, hogy nem ítélték még el semmiért, de azt nem mondta, hogy nem volt még olyan helyzetben, hogy bűncselekedetet csináljon. Csak azt mondta, hogy nem ítélték még el semmiért. Szóval igazából nem tagadja le ezeket a dolgokat, csak még nem ítéltek el érte. Ittas vezetésért sem, kábítószer fogyasztásért sem, adócsalásért sem. Őt lehet, hogy nem, igen, de a cége az kapott egy gyorshajtást, igen. Ott volt. És ez tényleg az ő cége, mert oda is van írva az RMC Media dolog. De én ez alapján úgy gondolom, hogy ha az ő cégével elkaptak valakit gyorshajtásért céges autóval, akkor az lehet, hogy ő volt amúgy, mert ő szokott szlovák rendszámos autókkal járkálni, amint még a cégének rajta van a rendszámon. Mármint, hogy a rendszám az nem elég, hogy szlovák, de még custom is, vágod? Tehát custom rendszámos szlovák autóval nyomul az öreg. Nem, soha semmilyen ilyen helyzetben nem voltam, börtönben sem voltam, soha. Ebben a mocskolásban nem szeretnék tovább részt venni. Bizonyos emberek azt szeretnék, hát hogyha le tudnak húzni a saját szintjükre is. Na, be is diszlájkoltam telefonom, hogy lássam majd, hogy itt mennyi van rajta. Én azt hittem, hogy sokkal több lesz rajta, de nem. A kisgyerekek pont leszarják azt, hogy ő milyen ember. Ez még kicsit szomorú. Hazai pályán megegyenek reggelire, én inkább választom a saját... Hazai pályán megegyenek reggelire, barátom, a bíróságon is megeszlek reggelire. Nem voltam soha, ebben a mocskolódásban nem szeretnék tovább részt venni. Bizonyos emberek azt szeretnék, hát hogyha le tudnak húzni a saját szintjükre, és ott hazai pályán megegyenek reggelire, én inkább... Lehúzni a saját szintjükre? Miről beszélsz, haver? Miről beszélsz? Te milyen szinten vagy fönn? Vagy mondjuk ott a Normannak a Twitch-én, ahonnan beszéltél? A Normannak a Twitch csatornája szerinted magasabb szinten van, mint az, amit én csinálok évek óta? Itt tényleg nem azt szeretném, hogy magamat fényezni, meg semmi ilyesmi, de a Normannak a Twitch csatornája az tényleg a Twitchnek a legalja. Azok a mély gondolatok, amik kijönnek a gyerek szájából, meg a faternek a szájából, hát tesó, én ezt nem mondanám, hogy ez az a szint, ami még hozzám alacsonyodni tud.
szerintem innen csak fölfelé lehetne menni, és nem így. Nem így, hogy most csinálják. Haj meg, kösz Brando, kedves vagy. Apukádat Kovács Péternek hívják, anyukádat pedig Kovácsné Hajnalkának. Tudom, hogy hol laksz. Kérjél bocsánatot. Nem amúgy csak viccelek, pont leszorom. Választom a saját szintemet, bírósághoz fordulunk, írik egyébként most a beadvány. Annyit azért megemlítenék, hogy a BTK 226... Írják a beadványt a feljelentésemről. ...per egyes bekezdése, aki valakiről más előtt becsület csorbítására alkalmas tényt állít, hírezte vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Hú, bazd meg Steve, akkor egy évig ülni fogsz. A saját ítéletedet olvasod éppen. Pont azt olvasom, amit a bíró fog rány, már rámondani amúgy. Hogyha ezt tényleg bíróságra szeretné vinni, mert ha ezt tényleg bíróságra szeretné vinni, akkor elég egyértelmű, hogy itt nem én leszek börtönbe zárva amúgy. Mert most, hogyha tényleg még bármit is rágalmaztam, egy minimálisat is rágalmaztam, azok a dolgok, amiket ő csinált, azok ezerszer rosszabbak. Ennek mi köze van a Laura és Norman csatornához? É, ez már nem Laura és Norman csatorna. Nézd csak meg. Ez már Laura és Norman és Steve csatorna. Odaírta az öreg a saját nevét. Szóval, ott van egy plusz Steve. Ez a plusz tartalom, srácok. És bármelyik videót, hogyha megnézed, itt mutatja, hogy hol van a legtöbb lejátszás rajta. Itt az elején van a Norman. Itt a fater mutogatja a kutyákat, meg az izét. Ez nem érdekel senkit. Itt megint Norman van, itt akkor megint egy kicsit látszik, hogy bele van tekerve a videóba. Na, itt a Laura van, ezt is nagyon sokan megnézik. Itt a Gary van, itt ezt kutyát nem érdekli, látod? Itt most megint lesz, vagy Laura, vagy valami lesz. Oppá, ott a Norman! Na, fatert megint nem érdekel, ott faterot csak jeppinge. Most megint lesz valami. Itt mi lesz? Itt valami vicces lesz, mert sokan tekertek ide. Elérted egyet a galambokat, és kiderült, hogy egy vércsej sas. Komolyan mondom, azt pusztítgat otthon. Azt de ráadásul úgy képzeld el, hogy ez egy pár éved a sas, ez a Norminak a foci kapujába, ott a hálójába becsavarodott. És jöttünk haza valahonnan, és már napok... Na itt mi lesz olyan, Laura? És nagyon félnek a sas. Anyuka! Hát még anyuk... Ó, nem, itt a Laura, tudtam, hogy azért tekertek ide az emberek. Itt Norman haszni. Nem! Ez most a rohangás! Tök vicces amúgy, látod? Mindig oda tekernek csak az emberek a videóban, ahol éppen nincsen ott a Steve. Tök fura, nem? Hogy a Steve amúgy nem érdekli még a gyerekeket se nagyon. De ő azért élvezi ezt a figyelmet. Nagyon durva. Jézusom, azt néz, hogy élvezi. Kettes pont, a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazás aljas indokból vagy célból. Én azt gondolom... Hát azért az elég aljas indok, hogyha azt mondod valakire, hogy drogokat oszt és kirakod Insta-sztoriba, meg azt mondod, hogyha még egyszer rólad beszél, akkor elrakod a csomagtartóba, utána meg azt mondod, hogy vicc, meg azt mondod amúgy több ezer követő előtt a gyerekednek a csatornáján, hogy én ellenem eljárások vannak, meg ilyenek. Az azért elég aljas indokból van, és nagy nyilvánosság előtt történt. Gondolom, hogy ez a videó, ez teljesen pipa, eddig mindegyik pipa. Eddig mindegyik pipa arról is, amit ti csináltatok. Na most akkor közösen menjünk be készfogva a börtöncellába, vagy hogy lesz? Nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Pipa? Én azt gondolom, hogy... Pipa, az öreg minyon ott van mellette. Figyelj, te soha nem látsz olyan jó minyon, mint amilyen a Berki volt, nem, bocsánat, mint amilyen a Silló volt a Berki mellett. Te soha nem érhetsz föl hozzá. Te csak egy minyon kettő vagy. Bárki is ez a gyerek amúgy, aki ott van sapkába, és néha így gépezik. Ki kéne lépni azokból a bífes szituációkból, amikor egymást elkezdjük oltani, és akkor a nézettségünk meg felszalad. El kell engedni ezt a nézettséget. Hát figyelj, én szerintem nem oltogattam ebben a videóban. Azért nem hiszem, hogy csak azért ment fel ennek a videónak a nézettsége, mert én oltogattalak benne már. Most érted, elmondhatom ezerszer, hogy így meg úgy nézel ki meg, hogy mekkora egy csicska vagy. De hogyha tényeket állítok esetleg, és be is bizonyítom azt, hogy azt, amit mondok, akkor az emberek meg fogják nézni, és elküldik egymásnak, stb. Ez nem egymás baszogatása szerintem. Az, amit viszont ő csinált, az inkább a baszogatás volt. Mert én az, hogy emlékeztem erre az elzigis dologra, amit ti nyilvánosan kiraktatok Instagramra, a 12 éves, nem 12, akkor már a 14-et betöltötte akkor, amikor kiderült, kikerültek ezek a képek, hogy Norman hirdette ugye az LCG-ket. A Benny Pova is kipróbálta amúgy, képzeljétek el. Itt az öreg Benny Pova. Látjátok, ő is szívta. Ő is zívta a zigit, és tetszett neki. Tetszett neki amúgy.
Fíj, van ilyen is. Osztásban meg. Nyilvánvaló a Dancsónak valószínűleg az esett rosszul, hogy őt nem hívták meg, őt ugye nem aranyos volt az a hozzászólás, azt mondja, buzik. Hát igen. Balázs Karcsi, úgy megvernélek téged most, de tényleg, szóval, hogy elkapnék egy ilyen kis buzit, komolyan úgy megpofoznék valahol, de tényleg úgy, jó lesne. Jó lesne neki. Egy random kisgyereket a chatről kiemelni, hogy ez olyan lenne, mint hogy én mondom most ott a Boti. Boti, ide figyelj, Boti, szétbaszom a fejedet, fú, Boti, ha meglátlak az utcán, Boti. Nem is értem, hogy jut eszébe, Te kopasz, geci. Na most, na jó, most fölállok, baszod. Ne akart, hogy fölálljak. De tényleg, egy üzletembernek, hogy a faszomba jut eszébe egy ilyen, hogy tudja, hogy gyerekek nézik, és egy kisgyereket kiemel a chatről, baszod, hogy izé. Uá, téged én úgy szétütnélek a gyengé pillanatomba, úgy szétbasznám az ilyen kis buzikat. Aj, fú, bazdmeg, Stevie, én a helyedbe befognám a számat, Stevie bácsi. Éj, jó, aki még egyszer megtegel, levágom az ujjait. Na ugye ez például. Ezért szerintetek hány évet kapna, hogyha mondjuk tényleg bíróságra vinné? Mit gondolatok? Mert ez amúgy egyszerre kiskorú veszélyeztetése, dohánytermék hirdetése és dohánytermék hirdetése kiskorú, valami szintén illegális. Tehát még nagykorúval se hirdethetsz dohányterméket amúgy. Akkor vigyük bíróságra, Steve. Hogyha te mondod, hogy bíróságra viszed, akkor vigyük, akkor ezeket is, ezeket a dolgokat is vigyük bíróságra. Ne csak azt mondd el nekik, hogy jaj, csúnya Manin, rosszat mondott. Ennél a képnél ki volt a felelős felnőtt ember a Normannal egy szobában, aki a Normanért felelős volt. Mert még hogyha magától is csinálta a gyerek, amit nem hiszek amúgy, de hogyha magát, mert nem tudom, biztos beállította a kamerát, hogy lefotózza meg minden, odarakta azt a sok dolgot, és hogy hát én csak hirdetni akartam apa cégét, de akkor is ki a felelős érte? A szülő. Szóval vigyük bíróságra akkor, Steve. Itt hány éves volt Norman? Hihetetlen menőnek hiszi maga Steve baratunk. Frissen töltötte be a 14-et itt Norman, ha jól tudom. De lehet, hogy 13 volt. Most a képnek a készültét, meg a dátumot pontosan nem tudom, a hónapot tudom, meg az évet. Ki kéne lépni azokból a bífes szituációkból, amikor egymást elkezdjük oltani, és akkor a nézettségünk meg felszalad. El kell engedni ezt a nézettség kérdés, gyerekek. Természetesen. Hát amúgy ezt neked is el kéne. Ezt amúgy nagyon tudom ajánlani, Steve. Hogyha nem annak élnél esetleg, hogy gyerekek előtt vergődsz az interneten, és hát nem ebből élsz, csak ezt élvezed a legjobban, hogy gyerekek előtt tudsz vergődni az interneten, mint egy bohóc. Engedd el a hírességedet, baszod! Azt mondtad, hogy sikeres vállalkozó ember vagy, meg minden, akkor csináld a vállalkozásodat. Ezt az elcigis fasságot szerinted érdekelt volna kutyát is amúgy, hogyha nem vagy fönn az interneten, és nem kapod elő. Előkapod, bazd meg, ugyanazt az elcigit a gyerek fiókjából, a kisgyerek fiókjából, amit te adsz el az interneten. És szerinted ezt nem fogom észrevenni? Szerinted ezt valaki nem fogja észrevenni, és nem fog szólni? Te ennyire hülyének nézed az embereket, baszod? És akkor még én vagyok a szar, mert kiemelem, hogy úristen, de rossz vagyok, rágalmazás, jaj! Nem én fenyegettem meg magamat, hogy berakom magam a csomagtartóba. Hát ne haragudj, tátott szája mentél a faszerdőbe. Te kérted ezt a videót konkrétan ezekkel a tettekkel. Fogadjuk el, hogy rossz vagyok. Természetesen nekem megtisztelő, hogy az én arcomra ilyen nagy nézettségű videóra kíváncsiak az ember. Megtisztelő, hogy a te arcoddal kíváncsiak. Jaj. A negatív reklám is reklám. Ez tényleg megtisztelő, hogyha megöltél volna 30 embert és kin lenne az arcod, akkor is kurva sokan rákattintanának, és hidd el, hogy nem azért, mert tisztelnek téged. Szóval ne, hidd el, hogy ez nem feltétlen tiszteletből történik. Vagy lehet, hogy neked megtisztelő érzés, hogy ennyi ember utál téged, de olvasd el a kommenteket is, ne pedig csak a számokat nézd, és utána mondd azt, hogy megtisztelő. Mert szerintem egy kurva kommentet nem olvasottál, vagy hogyha igen, akkor a plafon nem tudom, hogy nem szakadt még rá. Mert erre én nem lennék büszke. Mert itt átléptek egy olyan szintet, amit soha többet nem akarok megengedni, sem Ice-nak, hogy így beszéljen a gyerekemnek a barátnőiről. Én... Wow! Ne... Hát, ez mekkora nyomorék vagy, bazd meg! Azt emeli ki, hogy Ice hogy beszélt a gyereke barátnőjéről. Nem az, hogy a lányodról, a saját lányodról hogy beszélt, te idióta! Az nem volt probléma, hogy a Lauráról hogy beszélt? Ennyire számít Laura. Laura, ha kell egy jó pszichológus, akkor írjál rám és tudok adni. Tudok adni olyat, aki fog veled foglalkozni. Mondjuk kell az a szülői aláírás, de valahogy megszerezzük a fatertól. Hát látom, hogy Norman Twitch. Papca, Silo Steve beszélt Twitchen. Ne! Silo Steve talks! Lesz ilyen? Ennek már van 1400 követője? Csűha. Átlag 3 nézője lesz a bátyának. És ez van legfelül. Persze, hogy ez van legfelül. Hát ez a legfontosabb a Laura és Norman csatornán. Biztos szépeket fognak írni az emberek.
Nem fogja hamar megunni. Ú, bazeg, ott onnan mekkora klippek lesznek kiszedve. Hát már csak amit a Norman gyerek csatornáján csinált, az azok után még azt mondja, hogy ő nem akar lesüllyedni az én szintemre, hát ez neve, az tényleg nevetséges amúgy. Majd a 10 éveseknek fogja mondani a Sigma dolgokat, hogy benne, mindenkiben két farkas él, az egyik futva, a másik medve. Én azt javaslom egyébként még Rubennek is, hogy ha van esze, egyszer és mindenkorra lépjen, mert csak így tudunk egy jobb világot létrehozni, hogyha nem engedjük meg, hogy különböző emberek rajtunk, mint egy bíróság ítélkezést hajtsanak végre a nagy... Hoppá! Hoppá! Most már nem barátok a két okossal! Végre! Let's go! Nem barátok a két okossal! Az Ice az... Hát felhozta Rubennek az egyik dolgát, és elkezdett ítélkezni róla, hogy az 1 millió forint adomány az igazából nem volt 1 millió forint, meg hogy elrakta a Ruben, meg ilyenek. Ott amúgy az Ice rágalmazott eleinte, és abból indult az egész. És itt most már akkor az Ice-ék is. Ice-ék sem barátok. De attól függetlenül, hogy nem barátok, attól függetlenül nem probléma az, amiket Laurára mondott még mindig. Az belefért. De amit a Fatimára mondott egyszer, az nem. Az mindennek a vége volt. A Norman Kának az egója rombolódott, mert hogy jaj, azt mondta valaki a barátnője csúnya. Ez, Ice, jó nagy csicska vagy. Azt mondod a lányomra, hogy jó a segge, meg anyuci, meg ilyenek a 14 éves lányra. Csak nyugodtan, házasodj össze vele. Ha nehogy Isten úgymond beházasodsz a családba, akkor én jó após leszek, tehát nem lesz ezzel baj. Ez mi? Nekem most van ez, amikor most a Laurával elkezdtem viccelni, aztán lehet túl sokáig húztam, nem tudom, azt pedofiloznak, nekem akkor szól ökölbe a kezem, hogy bazd meg, nem érti a viccet. Hát jó, de most már 14 Nem, én csak arra mondom, hogy nyilván, tehát tudom, hogy ez jó, volt egy időben, hogy leveleket írogattál, azt mondjuk én... Hagyjál! Volt ilyen, én olvastam. Ez nem igaz, Cseh. Hát jó, de gyerekek, hát hogyha már a rendőrös poénom nem jött össze, akkor valamivel hadd szívjam már meg a saját műsorokba a vérüket. Ja igen, ez bóknak kell venni, igen. Már nincsenek is együtt a Fatimával? Az még jobb. Rajtunk, mint egy bíróság, ítélkezést hajtsanak végre a nagy nyilvánosság. Ezt akartam is mondani, hogy pálcát törnek, úgy mások és feje fölött. Az a helyzet, hogy... Szegény srác megint nem tudta végigmondani, de a Steve mondja legalább. Hadd mondja, figyelj, igazából csak üzlettársak vagytok, vágja bele minden szavába, miért add meg neki a tiszteletet? Aztán, ha jön egy gazdagabb üzletember és elmegy vele, akkor meg majd izé lesz, hogy jaj, hát, úristen, de rossz volt ő. Nem, csak te vagy egy fasz. Igazából. Felesen gondolnak, hogy előbb-utóbb egyszer ezt megcsinálják valami gyenge lelkületű kisrácról vagy kislányról. Volt már ilyen egyébként. Igen. Jaj, biztosan, jaj, igen, majd hogyha egy adócsaló elfbár dealer 8 éves kisgyerekről csinálok egy videót, akkor majd biztos meg fogja ölni magát. Erre akar kiukadni, ugye? Hogy amikor csinálok egy videót arra, hogy a 12 éves kisgyerek gyorsan hajt a Teslával, akkor majd öngyilkos lesz. Erre akar kiukadni, ugye? Hogy ez bullying. Világ történetében, bizony. Hogy inkább öngyilkos lesz. Így legyen ötösem a lottom. Hát bazd meg, őszintén, ez szerinted bullying volt. Én mondtam én neked bármilyen rosszat, ami miatt neked fel kéne kötnöd magadat őszintén. Tényeket. Hát, ne mondjuk tényeknek, mert azért nem csak tényeket mondtam, volt benne spekuláció is. De ott elmondtam, hogy ahhoz nem akarok személyt kötni. Hát, hogyha feljelentett volna, akkor arról szerintem kapnék valamit. Egyelőre nem kaptam semmit róla, de majd, hogyha esetleg tényleg feljelent, akkor mondom nektek. Kíváncsi leszek rám. De ha feljelentene és bíróságra vinni, akkor mondom, szinte biztos vagyok benne, hogy őt azután lecsuknák. Van esély arra, hogy nem, mert elég szorok a magyar törvények, de szerintem 95%, hogyha ő bemegy a bíróságra ezzel, akkor őt fogják lecsukni, és nem engem. Ez ugyanaz, mint a Herbie. A Herbie is mondta, hogy már itt a levél a kezembe, a tuti a manin miatt, hát ez onnan, a rendőrségre jött ez a levél, feljelentettem a manin gyereket, azóta is várok. El kell engedni, gyerekek, higgyétek már el, hogy nem jó ez a toxikus irány. Tényleg. Igazad van, Steve, hát nem jó ez a toxikus irány. Ki mondta az előbb azt, hogy megverne egy 12 évest? Ez a toxikus viselkedés, amiről le kell szokni. Balázs Karcsi, úgy megvernélek téged most, de tényleg, szóval elkapnék egy ilyen kis buzit. Nem jó ez a toxikus irány. Hát nem jó a toxikus irány, akkor most ez egy vallomás videó, hogy meg fog változni az öreg, mert akkor gratulálok.
Köszönjük. Mekkora paradoxon. Nem hallja magát az ember, vágod? Nem hallja magát az ember. Jó, ez a toxikus irány. Jó, ez a toxikus irány. Most már más mondott, hallottátok? Változott a videó. Tényleg. Nagyon-nagyon sajnálom tényleg, hogy ilyen szintre lépek, de én nem szeretnék a mocskódás szintjére tovább lemenni. Hát onnan már csak visszafelé tudsz jönni, mert onnan kezdted, ugyebár. Na mindegy. Nem szeretnék olyan összevágott videókat látni, ami engem hoz kényelmetlen helyzetbe. Figyelj, én megvágom a videóimat, az lehet, de most amit az előbb mutattam, az nem volt vágott. Ott abban egy vágás sem volt, és ott azok ugye teszádból jöttek ki, nem hiszem, hogy AI-jal csinálták volna. Főleg azért nem, mert ott voltam ugye élőben, amikor mondtad. De nem kell összevágni, ugye itt ez itt a probléma, hogy nem kellett még összevágni se, hogy rosszul hangzódjon. Én azt gondolom, hogy én ezt a dolgot itt innentől kezdve elengedtem. Természetesen majd ugye a bíróságon találkozunk, egymás szemébe nézzük és megbeszéljük, hogy hogy történt ez. Szerintem ez így korrekt, ez így korrekt. Találkozunk a bíróságon, öreg. Ember elkezd. Én azt gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Kívánj nekem sok szerencsét, mert hogy most fogom, ha mindegy... Hát arra szükséged lesz. Tudom meg megszerezni a BE kategóriás jogosítványomat. Sok... Hát mondjuk nem pont arra, nem a jogosítványhoz kell majd a szerencse szerintem, ahhoz nem kell olyan sok, ahhoz inkább tudás kell. A szerencse az szerintem a bíróságon fog kelleni, Steve. Mert ennyi dologgal a hátad mögött esélytelennek tartom, hogy szabad lábon megúzd. Max kurva sok pénzzel. Nagyon-nagyon sok pénzzel esetleg, de szerintem annyi pénze nincs amúgy, mint amennyit ő mond, megmutat. Kicsit az az érzésem van, mert hát azért az a Lambox Kft. Az elmúlt években, valamelyik évben, nem tudom már melyik, nem akarok hazudni, de 600%-os eladósodása van a cégnek. Az elég sokat jelent amúgy. Szerintem fél egy kicsit ő is, gondolom fel se fog jelenteni. Nem, hát ezt csak mondta a kis zsiröknek, hogy úgy gondolják, hogy mindjárt jönnek a Sigma editek TikTokra, és akkor mondja, hogy nem süllyedek le a Manin szintjére. Én nem félek tőle egy picit sem. Ő szerintem azt hitte, hogy én ettől félni fogok, hogy nem tudom már, hogy én fiatal vagyok, és még nem voltam ilyen helyeken, de sajnos voltam már. Sajnos kellett mennem ugye az Iron Channel miatt például bíróságra. Többször is. Meg kihallgatásokra. De az igazságérzetem kicsit erősebb annál, mint hogy befossak a bíróságtól szerintem. Szóval... Let's fucking go! Majd kézenfogva beálltunk a bíróságra, és megbeszéltjük, hogy mik is történtek valójában. Bár ez nekem amúgy nem túl sok közöm van, mert ugye itt te csináltad ezeket a dolgokat, én meg csak megkerestem őket az interneten. Hát voltam a bíróságon, csak nem úgy, mint hogy nem engem hallgattak ki, ugye nem én voltam a vádlott. Itt ez a lényeg. Mondin Spicli. Én Spicli vagyok, azt elismerem. Az lehetséges. Hogyha ilyenekről van szó, hogy én szerintem, én azt mondanám, hogy az közügy. Az, hogy a gyerekek ellen valami dolog van az interneten, az közügy. Mert a gyerekekért szerintem ki kell állni, és én itt megint azt féltem felfedezni, hogy ezek a gyerekek ki vannak használva. Nem feltétlenül szexuálisan vannak kihasználva, de szerintem az, hogy a saját apjuk kihasználja a gyerekeket marketing célokkal, ráadásul olyan dolgokat hirdetett ugye marketingben, hogy arra volt a marketing, hogy ugye nikotin terméket, alkoholt hirdessünk, koffeint hirdessünk gyerekeknek, azért az szerintem kibaszott erős. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, közel vagyunk 400 000 feliratkozóhoz, segítsetek, hogy a jövő heti videóink meglegyen, jó pihenést kívánunk nektek, Steve. Laura Norman és Steve. Ezt láttad? Mert Tesla bár, igen, ezt tudtam, igen, jött nekik új cigijük, én erről már kaptam képet amúgy, mert a Normannak az egyik osztálytársa elküldte nekem, hogy hát ilyen ez az e-cig, ilyen lesz nem sokára webshopon. Lásd csodát, tényleg. Nem gondoltam volna, hogy kajak megcsinálják, de tényleg. Tesla bár, XT 2500. Ott van a kezében az öregnek. Jó, ne beszélj inkább, mert úgyse értünk itt szó se, de ott van a kezébe az öregnek, tehát ezt sem ők gyártották, mint látod. Májusban droppolták, vagy kicsit előtte. Watermelon Ice, Sour Apple, na igen, így itt van. AliExpress berendelte a bátyja, Silló, rendelt több száz darabot, aztán most eladja őket ugyanúgy, mint eddig. Igazából semmi különbség nincsen.
ne vegyetek ilyet, overpriced, semmi értelme nincsen, ne dohányozzatok, de hogyha meg elcigit akartok venni, akkor meg semmiképpen ne innen vegyétek, mert 14 ezer forint, az kurva nagy átbaszás. Ez is kurva nagy átbaszás, hogy árkorrekció, levittük az árakat. Ez mikor fog eltűnni? Tehát ez a leárazás, ez, hogy így van kiírva, hogy 18 káron van leárazva, szerintem soha nem volt úgy kiírva, hogy ne lett volna itt egy szám áthúzva. Én azt mondom. Tehát ez is amúgy megtéveszti szerintem a vásárlókat. Nem tudom, hogy a GVH mit mondana erre, de azért örülnék, hogyha több ember is feljelentené. Versenyhivatal nem baszhatja meg ezért. Dehogy nem. Meg is fogja. Szerintem. Szinte biztos vagyok benne amúgy, mert a NAV is rengeteget posztol ezekről az elcigikről, foglalkoznak ezekkel az ügyekkel, szóval én biztos vagyok benne, hogy a apcának lesz még ebből baja. Na jó, most, hogy a Steve hátán már fölmásztunk, jöhet a két okos. Scheisse, hi... Scheisse, bud. What is it mean, like, Zig Heil Hitler? Oh, yo, bro, James! Sorry. I'm so sorry. Lehet, hogy nem tudta, mit jelent, nem? Nem? Lehet, hogy csak németül akart beszélni, csak barátkozni akart a németekkel. A karlendítés az pedig, az csak azért volt, mert integetett nekik, csak elfelejtette, hogy Voice-on beszélnek Valorantba. Elfelejtette, srácok. Csak integetni akart. Na, van itt egy ilyen videó, mi szerint Ice-nak ideje tükörbe nézni. Hogyha valaki azt várta, hogy itt elkezdjek bífelgetni, vagy elkezdjek kiteregetni, vagy bármi, nem fogok chat. Two days later. Ruben Beef. Kezdjük bele a témába, kezdjük. Ez hogy el? Én ezt nem értem. Ezt valaki magyarázza meg nekem. Én szívesen segítek elmagyarázni, hogy miért is el, ami történt. De na, ahhoz, hogy végre ezt meg tudjuk állapítani, nézzük meg gyorsan, hogy mi történt itt röviden, tömören. Ruben rátalált egy klipre, amiben a két okos Ice azzal viccelődik, hogy Ruben lenyúlta az alapítványoknak gyűjtött összeget. Gunk is itt, mert sehova nem tűnt a pénz. Meg csak a jótékonysági pénz, azt már elraktuk zsebbe, mint a Ruben Andor. Jótékonyság! Ebből a klipből aztán pár streamer, például Blacky, úgy reagált az eseményekre, mint hogyha ténylegesen Ruben ezt megtette volna. És azt hitték, hogy ez szó szerint így van, és ez nem csak viccelődés volt Ice részéről. Ez nem tetszett Rubennek. Jó, felnőtt emberek is elhiszik azt, amit az Ice mond. Ez mondjuk újdonság, amúgy. Én azt hittem, hogy csak az idióta kisgyerekek hisznek el mindent. De nem. Az idióta felnőttek is. Mert az, hogy nem fizetett az alapítványoknak, nem igaz. És ez egy nagyon durva rágalom, ami érte őt. Ice ráírt Rubenre, hogy beszéljék meg a dolgot offstream Discordon. Ruben hajlandó is lett volna offstream lezárni a dolgokat, viszont szerette volna, hogy Ice bocsánatot kérjen a kövi streamjében, mert nem szeretett volna úgy fennmaradni a köztudat. Nézze meg a két okos csetjét. Laura és Norman. Ezt akarják nézetni most éppen velük? Vagy mi? Jajksz. Ez nagyon nagy probléma. Nitman és Fatima tényleg, szóval hirdetek? Ki a faszom az a Nitman? A Stevie az sajnos vagy nem sajnos már belebújt a két okos seggébe, és a nézők azok nagyon szeretnék azt. Ez is bebizonyítja. Hogy nagyon-nagyon szeretnék a nézők azt, hogy őket... hát így... Ők szerepeljenek. Csak hát ugye... Szerintem most már ezek után az Ice nem hiszem, hogy szeretné, meg a KDS sem, miután meglátták a videómat, de nem hiszem, hogy ki tudja magyarázni magát a Steve az ő szemükben, vagy nem tudom. Mert azért a 10 évesek szemébe könnyű kimagyarázni ezt, mert mondod, állítanak rólad valamit, válaszolsz videóban, hogy ez nem igaz, és elhiszik. De azért az Ice az ennél egy kicsit okosabb, nagyon remélem. Remélem, sőt, tudom, hogy ennél okosabb az Ice, szóval... Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog elbúcsúzni a Sillótól, már szerintem nem tudom, de amúgy lehet, hogy leszarja majd. Laura és Norman? Furcsátom, hogy én teljesen őszinte leszek veletek, én nem tudom most mi van a papcával, meg a Maninnal. Ajaj. Tehát én nem tudok már Laura Norman videót nézni, gyerekek, ugyanúgy, hát én Manin videóját megnéztem. Most ugye Steve az feljelentette a minden igaz, vagy ha jól tudom. És most én nem tudom, ott mi van. Nem igaz, amúgy. Még azóta is várom a papírokat, Steve, illetve magyar hatóságoktól. Nem kaptam még erről értesítést, még nem értesültem arra, hogy fel lettem volna jelentve, de továbbra is várni fogok. Én most ott csak nem tudom, mi van, de én nem tudok ma ugyanúgy, nem tudok Laura Norman nézni így.
Baszod, nekem valakinek el kell mondani az igazságot, hogy akkor most akkor... Mert amit a Manin videóban elhangzottak, azok nagyon súlyos vádak, vagy tények, vagy nem is tudom, mert azt nem tudom, hogy miért jelentette fel, ugye, vagy mi miatt a Steve, de gyerekek, én nem tudok ugyanúgy Laura Norman videót nézni. Na, ez egy jó videó, ez miért nem trending? Ugye 19 órája volt ez. Azóta is várom a feljelentést, papca. Lehet születési névként hivatkoztak a Maninra, és elakadt a nyomozás. Lehetséges. Lehet amúgy. ...mint az a streamer, aki zsebre rakta az alapítványi pénzeket. Ezek után nem nagyon válaszolt Ice DC-n Rubennek, szóval a téma lezáratlan maradt. Sőt, Ice Blackivel összeállva elkezdték felkutatni azt, hogy ténylegesen történt-e adománypénz elcsalás vagy sem. Kiderítették, hogy Ruben nem a teljes összeget küldte el a leukémiás alapítványnak, hanem csak azt a részét, ami az adók és PayPal levonás után megmaradt. Ezt felszínre hozva akarta lezárni egy utolsó erről szóló streamben Ice az egész drámát, ahol aztán végül a hosszas elhúzás után leült Rubennel beszélni, és így végre ténylegesen le tudták zárni a témát. Abban igaza van Ice-nak, hogy Ruben a leukémiás szervezetnek nem azt az összeget küldte el, amit az emberek összegyűjtöttek, hanem kevesebbet. És Ice azt nehezményezte, hogy Ruben azt állította, hogy... Na ezért nem, ezért mondtam a Momentum modot, Grezó. Ez fájdalmasan rossz volt. Hogy ő a teljes 1 millió forint feletti összeget küldte el az adománynak, azonban ez egy szimpla félreértésen alapult. Volt egy e-mail, amit streamben mutatott Ruben még a beszélgetés előtt, ahol az alapítványtól úgy kérdezett rá a donétjére, hogy utalt kicsivel több mint 1 millió forintot. És emiatt gondolta azt Ice és Blackie, hogy Ruben azt híresztelte, hogy 1 milliót utalt. Ezzel kapcsolatban megkérdeztem DC-n Rubent, és elmondta, hogy már a charity stream előtt szólt az alapítványnak a leadózásról, egy régi néző pedig megerősítette azt, hogy a charity stream alatt többször szólt Ruben, hogy a bejövő összeget még majd le kell adóznia. Loki 1337 mondja, hogy Fatima és Nomancs szakítottak, most már mindenes Oldi nem hisz a szerelemben. A számomra kissé furcsa, hogy az 1 milliós e-mailre nagyon érdemlegesen semmit nem reagált, de most ettől tekintsünk el. A félreértés másik pontja pedig Ice-ék részéről az volt, hogy egy e-sport egy újságot szentírásnak vettek, a cikk meg... Az a baj, hogy a Ruben tényleg azt kommunikálta, ugye? Mert itt mindent köszönök, összegyűjt ennyi az alapítvány, stb. De ott egy néző azt mondta, hogy mégis ugye el lett ezt kommunikálva, hogy a Ruben le fogja adózni. Én szerintem is le lett kommunikálva régen, de erre meg ugye nem emlékezhetett a Ruben teljes mértékben, hogy most akkor éppen mennyit utalt, vagy hogyan adózott, vagy valami, mert ez egy 5 éves dolog volt. És ezt meg csak az ICE-ék előásták szimpla, nem tudom, rossz indulatból, vagy nem tudom, hogy itt mi volt a lényeg, ugyebár. Nem értem, mert ugye az ICE az ugye mindig azt nehezményezte nálam, hogy én nem privátba beszélek vele, meg hogy én biztos rossz indulatú vagyok, meg minden. Én nekem ezt mondta is privátban, hogy ő szerinte rossz indulatból csinálom ezeket a dolgokat. És mondtam neki, hogy nem. Engem ezek a dolgok őszintén felbasznak, és szeretnék rávilágítani ezekre a dolgokra. És rendesen meg volt lepődve, hogy én nem vagyok egy rossz indulatú köcsög ember, mert én normálisan tudok vele beszélni privátban. Hát persze, hogy normálisan tudok beszélni veled privátban, mert emberek vagyunk. De azok a dolgok, amik elhangzanak a streamjeikben, azok viszont hát nagyon sokszor feszegetik azokat a határokat, ami az emberség, meg ilyenek, meg stb. Tudod. Tisztelet mások felé. Upgrading Steve's armor until he survives. Ezt most miért küldted be, Lac? Ki foglak bannolni? Ruben Insta posztját vette alapul, holott a még nem szerkesztett Insta posztban Ruben annyit ír, hogy 1.056.820 forint gyűjt össze, az a posztban nem szerepel, hogy ennyit is utal az alapítványnak. Na miért el a dolog? Összességében nézve szerintem eléggé nagy el az, hogy arra kerestetek bizonyítékot, hogy nem lett elutalva a pénz. Majd mikor megtudtátok, hogy mégis el lett utalva, akkor sem bocsánatot kértetek, hanem ugyanúgy megpróbáltátok lejáratni Ruben. És ezt az egész lejáratást arra alapoztátok, hogy Rubennek kötelezően le kellett adóznia a befolyt pénzt, és magától nem tett hozzá még a pénzhez 400 ezer forintot, csak kb. 182 ezer forinttal egészítette ki a befolyt adományokat. És ennek ellenére egy normális bocsánatkérést nem tudtál intézni hozzá az egész beszélgetésetek alatt. Inkább fogtad és kiszálltál magas lovon, mondván, hogy jó szlatozgatást. Tesi, hallod? Jó szlatozást. Csókolak. Szevasz.
Az egész vita folyamán szinte minden érvelésben kikaptál, Ice. Neked láttad? De most le nem értem. Miért, mert az a 20 néző streamer beszélt róla, és ennyire magadra vetted? Ő ki? Igen. Igen. Ja, hogy ő ezt senki, mert őt nem nézik. Ez a baj nálad. Ne nálad... ezt hozz ki, ez ezt hozz ki ebből. De kérlek. Ez most ezt mondtam. Ne ezt hozz ki ebből, légy szíves. Ne forgass ki a szavaimat, jó? Rendben. Ne forgass ki a szavaimat, akkor de... Akkor ő a feledbe egyenlő velem, igaz? Meg veled, igaz? Igen. Na, akkor mi a probléma? Az, hogy ő stream... Nagyon nem tudtad jól kifejezni magad, sokszor ellent mondtál magadnak. Hát... Egy random streamer az nem számít neki annyira. Ez engem is felkurt, hogy mert a 20 néző streamer mondott valamit. Vágod, azt azért mondtam, mert hallotta valahonnan tőletek, by the way. Rubennel is szívesebb beszélek, majd vigyár. Hagyj élni, ember! Hagyj élni, ember! Jó, pörösd, pörgesd a slotot! Ez az. Balfasz. Gyakorlatilag egy ponton, 5 percen belül 5-ször változtattad meg azt, hogy miért nem mentél Rubennel kall. Igen, beismered, igen. Ez így fel, és így biztos. De nekem ne feltételed, érted, csak fel akartalak hívni téged. Vár, itt te nem láttam, hogy te ezt le akarod zárni. Tehát ember, nem látod, hogy mit csinálsz. Konkrétan, és te feltételeket állítasz elém azzal, hogy beszéljünk. Minden előttem. De tesó, te hazugságokkal ezért próbálod magadat... Mi? Most itt mit hazudok? Meghallgatom, mit hazudok? Na, mi a hazugság? Pontosan ezért nem akartam egyébként veled kalba jönni. Akartam én, csak szerettem volna bizonyítékot. Én Rubennel is szívesebb beszélek, majd vigyel. Bekajáltad mindenféle utánanézés nélkül azt, amit Blacky mondott a kaszinókról, és még el is mondott, hogy nem tudod, hogy vannak ezek a kaszinós dolgok. Hogy van itt a pénz? Nem tudom, hogy vannak ezek a kaszinó szponzorok egyébként. Nekem a Blacky mondta, hogy ez a nézettség után hogy... fizet egy kaszinó. Hát nem tudom, nekem a Blacky ezt most ne. Ezt én nem értek a kaszinó, az nekem a Blacky ezt mondta. Erre igazából csak annyit tudok mondani, mint KDS. Az, hogy te dolgod lett volna ennek utána nézni, akkor minek raktad bele? Én mondjuk már alapból... Igen, amúgy az ő dolga lett volna utána nézni. A Whispertonnál is ez volt a lényeg, hogy a Whisperton dolga lett volna utána nézni. Érvelési logika hiányát éreztem még a vita előtt is. Többször is elhangzott, hogy Ruben mutasson bizonyítékot, hogy elutalta a pénzt, és nem csak ellopta. Ezért nem beszélni, mert egyszer bizonyíték kellett, srácok. Hát, hogyha Ruben nem ad bizonyítékot arról, hogy ő saját maga elutalta, hanem inkább húzza a balhét, ahelyett, hogy csak mutatna egy számlát, és vége lenne az egésznek, akkor az meg nekünk kell bizonyítékot keresni. Pont szerintem ez nem a mi dolgunk lenne. Megvan minden info, megvan minden proof, megszereztem helyetted, amit neked kellett volna csinálnod. De normál esetben sem annak kell elsősorban bizonyítani a dolgokat, akit megvádolnak, hanem annak, aki megvádolja az illetőt. Ennyi erővel bárki bármilyen rágalmat mondhatna Ice-ra, és amíg Ice nem bizonyítja be az ellenkezőjét, akkor az addig igaz. És hát ez amúgy tényleg nagyjából így várta el az öreg, az Ice, hogy mondott valamit, hogy a Ruben ellopta a pénzeket, na Ruben! Bizonyíts be, nem loptad el a pénzeket. Hát nem tudod bebizonyítani, na majd én bebizonyítom. És bebizonyította Ice azt, hogy igazából nem loptál a pénzeket, csak a felét fizette be, mert le kellett adózni, ugyebár. Plusz a PayPal is elvesz belőle. Ja, most ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy az Ice pedofil. Ice, ezt most hogy fogod bebizonyítani, hogy nem vagy az? Így, hogy most már azt mondtam, így most hogy fogod bebizonyítani, hogy nem vagy az? Sok sikert, érted? Tehát nem tudod bebizonyítani, mert csak valaki mondott valamit, és ennyi. Vége a karrierjének, vágott, kimondtam a P-bet is szót, PDF. És mindezekre rá... De ez csak egy példa volt. Jön az a viselkedésmód, amit az egész nevezzük úgy, hogy dráma alatt tanúsított. És nem arra gondolok, hogy a vita előtti streamekben mondtál megkérdőjelezhetően csúnya dolgokat Rubenről, bár szerintem ez is gáz, de ezt Ruben is ugyanúgy megtette rólatok. Hanem én konkrétan a vita stream alatti viselkedésre gondolok. A de pénz, az oldal pedig... Ezt újra, te soha nem figyeltem, olvastam. Jaj, értem. Hogy mondjam még, ne. Ugye kb. Csak azt nyomom, így én nem férek bele a keretbe. Igaz? Te sehogy se férsz bele, te soha a keretbe, semmilyen keretbe nem férsz bele. Ez szép magyarázat. Nem tudok összespanolni a kasszi mögöl, mert egy patkány vagy igazából. Jóval több helyen jártam, mint te. És azt is beismerem, hogy kicsit Ruben is gáz volt, amikor olyanokkal megpróbálta felhúzni Ice-ot, hogy remeg a hangja, meg stb. Na, hogy tényleg remegett a hangja. Figyelj, nagyon remeg a hangod, zárjuk röviden. Ami meg szerintem különösen egy undorító move az, hogy úgy lőtted fel a streamet, hogy kerestél egy régi képet Rubenről, és alá betettél cigányzenét. Amúgy ez nagyon gáz volt, így indítottál az Ice a streamjét. Ez egy felelősségteljes felnőtt ember, nem pedig egy bohóc.
ki viselkedik így, ki csinál ilyet? Ez a legszánalmasabb dolog, amit csinálsz, vágod. Saját tapasztalatból mondom, hogy senkinek nem jó az, ha régi képeket használnak fel ahhoz, hogy lejárassák. És szerintem simán lesz olyan gyerek ezek után, aki majd osztálytárs zaklatás céljából ugyanezt fogja megcsinálni, mert a nagyon vicces példát megkapta ugyebár Ice-tól. Címnek meg megadtad, hogy Ruben vége. Majd, miután nem sikerült túl jól a stream, a VOD már egy teljesen más, normálisabb címmel került ki. Bár azt legalább tisztelem, hogy a VOD kikerült, ezt sokan nem tették volna meg. Miért? Nem letörölte először? Én azt hittem letörölte először. Ez egy jó lépés szerintem. Tesó, nem ismerek olyan embert, aki jobban manipulál bárkit, bármit a faszidált. Eszméletlen a bittyom. Hát, én lehet, hogy ismerek... Szerintem a legdurvább parasztvakítás amúgy Ice részéről az, hogy folyamatosan abba a köntösbe burkolózik, hogy ő csak viccelt. Nem gondolta komolyan, aki nézi őket, az tudja, hogy vicc volt. És mindeközben, amikor nemrég Ice belekerült egy kisebb drámába, ahol viccből képeket szerkesztettek róla, hogy ő kapcsolatban van valakivel, azt mondta egyrészt, hogy ilyen dolgokkal nem szabad viccelődni. Amúgy ebből vannak real, vagy lehetnének real problémák, tehát amúgy ilyennel tényleg nem jó viccelődni, meg már voltak is. De ennek ellenére szerinte az nem durva vicc, hogyha azzal viccelődik, hogy valaki alapítványtól adománypénzt lop. És ráadásul úgy nem durva vicc, hogy közben ő maga is azt mondta, hogy nem lehet az interneten viccelődni, mert komolyan veszik az emberek azt, amit mondanak. Megbocsájtok, csak ne viccelődjetek ilyennel, mert látjátok, hogy komolyan veszik az interneten, baszod azt. Utána meg kijöttök ki belőle szarul. Nem lehet az interneten viccelődni. Ez érdekes amúgy, mindig valahogy mindig a saját szavát megüti az Ice. Mindig. Csodát volt, aki tényleg komolyan is vette, amit Ice viccelődött. Tehát annak ellenére, hogy tisztában van azzal, hogy milyen következményei lehetnek a csak casual viccelődésnek, sőt, még meg is tapasztalta, hogy milyen következményei lehetnek, mert ő is belefolyt egy hasonló ügybe nemrég, nem volt hajlandó egy nyomvad bocsánatkérésre. De amikor őt rágalmazták meg Instastoryban, akkor természetesen egyből felhívta az illetőt, és leszedette vele, meg bocsánatot kéretett vele. Mint egy real story lenne, ezt leírta az Owen McKendrynek, kirakta ezt Instastoryba, hogy látjátok az két okos, hogy mennyire... Tesó, én meg ráírtam, felhívtam az Owen McKendryt Instán, mondom, bro, te kajak ilyen csekkülye vagy, hogy ilyen sztorikat ráírnak, azt elhiszed, kérdések nélkül? Kajak elhiszed ezeket, érted, és kiraksz ilyet sztoriba, ilyen rágalmazást. Aztán bocsánatot kért, letörölte nyilvánvalóan, de hogy igen, az ilyen kamu sztorik, meg az ilyen szerkesztett üzenetekből amúgy, azokon nem érdemes viccelődni, mert azokból amúgy lehet nagyobb para is. Ice, én annyit mondok neked erre, hogy úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy bánjanak veled. Wow, ez amúgy egy nagyon jó gondolat. Real. Számtalan ember, akikkel jóban vannak és tartalmat gyártanak, szembe mennek az értékrendjükkel, ami abból áll, hogy rossz az alkohol, rossz a nikotin, rossz a gambling, elég egy egyszerű életmódot élni, nem kell a hamis, gazdag életmód, és járjanak az emberek edzeni, hogy egészségesek legyenek. Ehhez képest például a fent említett Blacky szokott kaszinózni. Vagy PSG Ogli, aki szintén kaszinózik, de rengetegszer iszik is. Több TikTokjában is vodkákat promótált, és eközben mutogatja a méregdrága holmiait. De ott van Silló Steve is, aki mint Mannin a róla szóló videójában már elmondta, gazdag életmódot promótál, nikotinos és alkoholos termékeket árul, valamint szerencsejátékszerű mystery boxokat is árult. De semmit sem szólnak és csinálnak az ügyben Ice-ék, mert jóban akarnak lenni Steve-vel és Oglival a hype miatt. Steve-nek meg még be is szokott nyalni Ice, amikor ilyeneket mond. Szerintem a kaszinó szponzor az jobb, mint amit Silló csinál a véppel. Hát szerintem akkor nem tudom. Akkor valamit rosszul látsz, mert kurvára nem. Bár lehet, hogy azért nyal szimplán Steve-nek, hogy nehogy... Kurvára nem, ezek jó érvek amúgy. ...tönkre menjen a kapcsolat és elmenjen a pénzszerzési opció, azok után, hogy ilyeneket mondogatott Ice. Hát ez a munkája mennyit ér. Ez na minden esetre hát... Mekkora sejtő van, basz meg róla. Még van másfél óra. Azt mondjuk elmondták nem egyszer, hogy nem támogatják ezeket a dolgokat. Na Ogli! Ogli, keci! Már csak azért, mert amúgy barátom, és egyébként szerettem, de
nem mondanám, hogy törölje le az OPS-t, de viszont nem is mondom, hogy jó kontentje van, kaszinó, stb., azt nyilvánvalóan nem nagyon támogatjuk, de azt meg aláírom, hogy néha, meg amúgy vicces, meg hát, hogy amúgy nem tudom. Az a baj, hogy ezt nem tudom pártatlan mondani, mert jó testvérem egyébként az Ogli. Na, aha, de hogyha a spanod nyomja a promót, az oké. Okay. De hogy csilleljek jobban? Milyen spanod nyomja a promót? Veled? A Silló nem a saját, F-bárját promóztatja a gyerekével, az belefér? De, volt olyan is egyébként, igen, volt olyan is. És nem ő így nem patkány? Nem fér bele, nyilván. Oké, hogyha valaki csinál, most mit tudom én, a Silló az elfbárokat promóta, meg abból van pénz, hogy befektetett egy olyan cégbe, attól hogyha már összebarátkoztam vele, és utána ezek itt vannak, akkor nem fogom. Ja, hogy úgy, oké, tehát ha velem összespanolsz még a... Ez a legrosszabb érv a világon. Ez hogy tudta így mondani? Egy per egy kimondta a saját gondolatait, vágod az ember, gondolkodás nélkül. Hát most, hogyha tudom ezt róla, és már barátok vagyunk, és utána ez így kiderül, hát akkor most már izé, hát most így mi? Ha meg tudtad mondani KDS-nek, hogy miért rossz a gaminátor, és hogy törölje le, akkor ezt a többi haverodnál miért nem teszed meg? Vagy ha egyszerűen nem hajlandók ezekről a dolgokról letenni, akkor miért nem szakítod meg velük a kapcsolatot? Elítóbb dolog, ezt már én is elmondtam, KDS-sel ezt megbeszéltük, én elmondtam neki, hogy ezt a videót, amint lejár ez a szerződés, amit ő elfogadott, szedje le, nem nézett utána, én lebasztam, ezt a chat pontosan tudja. Közben ti magatok is... Ez, hogy ezt a chat pontosan tudja, ez a legnagyobb gaslighting szokott lenni amúgy. Kis nyomtok például csé ládanyitást, csak azért, mert megígérted KDS-nek, hogy lesz, és nem mondod azt, hogy ezt most mégse kéne. Remélem csígó ládanyitogatás, nem lesz több. Hát, amúgy nem akarunk. Én már az izét se akartam megcsinálni. Én már az előző ládanyítást se akartam megcsinálni, csak... De csak úgy megcsináltad akkor. Beígértem KDS-sel már régebb óta, és akkor nyilvánvalóan muszáj volt így megcsinálnunk, de én azt se akartam megcsinálni amúgy. Akkor nagyon is úgy fog tűnni, hogy nektek és a barátaitoknak mindent szabad, annak ellenére, hogy elítélitek az adott dolgokat, de ha más csinálja ezeket, akkor szét van szídva. Nála ládanyítást nem számít gamblingnek, de azt mondta, azért mondta, hogy nem is akar többet. Apámnak vehettem volna új lakást, és nyugdíjba vihettem volna őket, annyi pénzt kifizetett volna nekünk a kaszinó, érted? Csak szimplán van gerincünk Ruben, és nem fogadtuk el. Ez ennyire egyszerű. Szórakoztató játékot keresel az otthon döglésre a nagy melegben? Akkor van egy nagyon jó ajánlatom számára. A Gaminátor egy rendkívüli népszerűségnek örvendő a Magyarországon, ugyanis ugyanolyan kinézetre és érzésre is, mint a legendás Gaminátor játékgépek. Legendás Gaminátor gépek, hát teljesen jó. Össze kéne költöztetni az egész brigádot. Amúgy igen, a Sillóig, a két okos, Ogli, Balázs kis is oda mehetne amúgy. És megváltoztam chat, mióta beugatott pár festett, mindegy, a lényeg az, hogy hogy megváltoztunk chat, PC, kezdjük PC-k lenni mi is, és kezdjük nem kimondani az igazat, srácok. Viszont ami nagyon megfogott, és nagyon sokan írtátok, és igazatok is van ebben, de hogy lassacskán már mi vagyunk az egyetlen egy tartalomgyártók az interneten, akik kimerik mondani azt, amit gondolok, és kimondják az igazat. Úgyhogy ettől nem szerettek megválni, hát ezért vagyunk mi két okos. Úgyhogy csak annyit mondok, chat. The old ice is coming back. I don't give a fuck. Jön vissza a régi ice, let's go. Ez két hétig tartott ugyebár, mert akkor éget be Ruben ellen. Ők az utolsó emberek, akik kimerik mondani az igazságot az interneten. A magyar interneten. Mi számít igaznak? Az, amit ők annak gondolnak, és ebben van a probléma, véleményeiket úgy közvetítik, mint hogyha igazság lenne. I don't give a fuck. Első dolog, ami feltűnt nekem, amikor ezt megláttam, hogy mekkora egója van Ice-nak. Szó szerint azt hiszi, hogy amit ő mond, és ami az ő véleménye, az az igazság. Ekkora egoista mondatot rég hallottam bárkitől. És kezdjük nem kimondani az igazat. Kérjük, adja szabadon a biztonsági sávot. Ez az. Köszönjük. Köszönöm szépen. Lassacskán már mi vagyunk az egyetlen egy tartalomgyártók az interneten, akik kimerik mondani azt, amit gondolok, és kimondják az igazat. Aztán arra gondoltam, hogy ez azt is jelenti, hogy akkor visszatérnek például a Silló Laurás pedofil viccek esetleg? De aztán rájöttem, hogy nyilván azért ezek nem fognak. Ennyire nem durva a helyzet. De kérdem én akkor Ice-ot. De amúgy de, ennyire durva a helyzet. Mert például az, amikor, amit mi vágtunk be a Silló Steve-es videóba, ott például ez, hogy mehetek így a Lauráért? Ez már az után volt, hogy bocsánatot kért ezek miatt. Csak ez ugye, azt ugye nem lett bevágva a videóba, de azt egymás között viccelték, ami szerintem még ijesztőbb amúgy.
csak így mondanám, mert hogy az ugye úgy volt, hogy reagáltak a streamben arra, ami ilyen kivágott jelenetek, tudod. Szóval az szerintem még rosszabb amúgy. Ilyen nagyon fura ez. Előtt a két okos rablás előtt. Hát abban a ruhában voltak már, abban a színes öltönyökben, szóval az meg azután volt, igen. Így mehetnék a Lauráért? Vicc. Na látod, ezért kell megvágni ezeket ezért nem lehet csak így levetíteni élőbe. Chat, ez nem... Chat, itt privátban vagyunk, ezt túlnézzétek, itt ez nem... Itt privátban vagyunk, itt viccelődünk, látjátok, ez vicc tárgya, ezt nem kell komolyan venni. Chat, ez vicc tárgya, látjátok, ezt mi émeljük. Jaj. Ha a pedofil vicceknek nem örültek az emberek, és azt, hogy a pedofil viccek nem jók, véletlenül mondták volna az emberek? Pusztán azért mondogatták, hogy ezek nem jók, mert cancelölni akartak? Egyértelműen nem. Akkor esetleg nem lehet, hogy a többi dolgot is azért mondogatja a sok ember, mert egy-egy viccetek és megszólalásotok káros irányba is elmehet? Talán. Úgyhogy még nem cancelöltök, addig sajnálom, de itt maradunk és nagy lesz a pofánk. Őszintén megmondom nektek, srácok, én nem akarlak titeket cancelölni. Én annyit szeretnék tőletek látni, amit konkrétan a Spanotok Balázs is elmondott egy interjúban. De amúgy tényleg nagyon sok jó értéket is közvetítenek, de mondtam, hogy szerintem ezen mindenképp változtatniuk kell, mert tényleg nagyon sok fiatal figyeli őket, és tényleg ezt próbálják arra használni, hogy a fiatalok is kicsit így megértőbbek és elfogadóbbak legyenek egymással. De nem, hol? Bár te még... Wow, hát ez amúgy egy kurva jó gondolat, bazd meg. Ezt nem is tudtam, hogy Balázs ilyen értelmes dolgokat is tud így mondani videóba. Ez tényleg nagyon jó gondolat. Kár, hogy a két okos kurvára nem ezt csinálja. Még a saját Spanottól is erre csak annyit reagáltál, hogy azért mondja ezt Balázs, hogy neki jól menjen az üzlet. Hogy ezt tényleg nem szabad. Jó, nem akarom hátba szúrni Balázst nyilvánvalóan, de... Szeretem, nagyon jó testvérem. Chat, mindenkinek azt kell mutatni az interneten, amivel a saját biznisze jól megy. Szerintem az ő biznisze már megy olyan jól, hogy kimondhasson dolgokat, megy olyan jól, hogy az MC is itt bevállalja. Szóval, ha megy olyan jól, hogy az MC is itt bevállalja, szerintem bevállalhatja azt is, hogy mondjuk elfogadásra tanítsátok az embereket, egy ilyet kimond, úha! Érted? Ez miért egy rossz dolog, hogy az elfogadásra tanítsák a gyerekeket? Ez miért egy rossz dolog? For real. De ha már úgy vélekedsz erről, Ice, hogy mindenki azt mondja, amitől jobban megy az üzlet, érdekes, hogy pont egy kisebb visszaesés után döntöttél úgy, hogy vissza fogod hozni a régi Ice-t, aki szó szerint azért volt felkapva csomószor, mert eléggé megbotránkoztató dolgokat és vicceket mondott, és sok kisebbségi csoportról is a gyűlölet fényében beszélt. Nekem ez úgy jön le megint csak, hogy konkrétan azért próbálsz megosztó lenni, és gyűlöletkeltő lenni, Ice, mert ez több nézettséget hoz a konyhára. Egyébként már ebben a streamben is próbált megosztó lenni. A kézdíszteszteség. Na neki fix benne van a profiljában, három prediktet csinálok, chat. Free Ukraine, She/Her, meg valami LMBTQ bullshit lesz a profiába, vittekő. De a legviccesebb ellentmondás szerintem ebben a klipben az, hogy körülbelül 3 vagy 4 perccel ezelőtt mondta el azt, Ice, hogy ő már a könyveket nem a borítójuk alapján ítéli meg, tehát nem külső alapján próbál megítélni embereket. De 4 perccel később mégis megcsináltad ezt. Fasság, hát ebből már kinőttem. Én legalábbis. Amikor elkezdtük a streamelést, akkor még amúgy ilyen voltam, tehát látszik egyébként ez a karakteremen is úgy volt, hogy régen amúgy nagyon sokszor megítéltem a könyvet a borítói alapján, de nyilván amik történtek, és ahogy én is fejlődtem a személyiségembe, már ezt nem csinálom például, de nyilvánvalóan ez a legkönnyebb. Zseni. Őszintén ezek alapján még csak azzal sem tudok egyetérteni, amikor azt mondtad, hogy kezditek érezni, mekkora felelősség van rajtatok. Éppen a semmet csettintésszerűen változtatni, vagy változni valakinek, vagy bármi, és nem is akarunk feltétlen, de az tény, és tudjuk is most már, hogy azért mekkora felelősség van ténylegesen. Kezd úgy tűnni nekem amúgy, hogy a két okos megpróbál megszabadulni a nagyon fiatal nézőbázistól. Ja igen, odaírták, hogy 18 plusz. És be is van állítva, gondolom, hogy rá kell kattintani az igen gombra, mint hogy nálam is be van állítva, és oda van írva egy plusz 18. De szerintem a cseten itt az 1500 emberből körülbelül max, szerintem a fele az, ami 18 plusz lehet köbö. Szavazzunk, megszavazzuk. Mert nagykorú vagy, inkább így írom, mert felnőtt az elég nagy szó.
Még én se hívnám magam felnőttnek. Na, tehát, nagykorú vagy? A nagykorú az azt jelenti, hogy elmúltál 18 éves, a gyengébbek kedvéért oda is írom, hogy 18 plusz. De ez amúgy így amúgy realnek tűnik. Ez a 60-40, ez realnek tűnik. Mondtam, hogy fele. Mondtam, hogy kb. A fele. De most lehet, hogy valaki hazudik, mondjuk. És kicsit az érettebb kategóriába próbál menni. Ezt támogatom is alapjáraton. De ha már annó Norinának azt mondtátok, hogy tiltsa le a kiskorú nézőit, akkor ti ezt miért nem csináljátok meg? Vagy nektek nem kell ezt? Szerintem a jövőben arra csak egy kicsit is odafigyelnél, hogy tudod, hogy téged kiskorúak is néznek, és picit felelősségteljesen mondasz dolgokat, szerintem az már jobb lenne. Ugye kontrollálni, mert akkor te meg érted, ott van, akkor tiltsd le őket, aki 18 év alatt van. Ja, tiltsam le a követőim 90%-át, köszi, aranyasszony. Három videót fogok nektek mutatni, és ha legalább egyre jól tudjátok a választ, akkor nyertek egy tehát, oké? Okay? Kékokos. Minket ismernek. Nagyon jó. Második kettő. Azt mondta, hogy kékokos. Hala. Jó, nagyon ügyes vagy. És a... Na most akkor a... Na most akkor a The VR-t is ilyen kisgyerekek nézik? Nem csak Pinket. Bazd meg! Nyilván a VR-t is sok kisgyerek nézi, de a különbség az az, hogy ők nem közvetítenek káros értékeket a kisgyerekek felé. Na, összességében elmondható, hogy az Ice-nak egy nagyon nagy beégés volt. Én nem... A Rubenes az nagyon fix. Nem mondom, hogy le kell ezért cancelölni a két okost. Valószínűleg ez amúgy sem történt volna meg, de nem is ez a célom nekem sem, hogy canceloljam őket, hanem hogy változást tudjak elérni náluk. Csinálhatnék más kontentről is videót, ami eléggé trash, például az MC-isti dráma, ami felbukkant a napokban, de a két okosban látom a potenciált, hogy pozitív emlékként tudjanak megmaradni a magyar social médiában. Ne- az MC-istiben nem. Ne legyetek olyanok, hogy másban a szálkát is, magatokban meg a gerendát sem veszitek észre. Zárásképp pedig Ice-nak egy üzenetét tudom ide bevágni, amit neki is üzenek, és én is egyet tudok vele érteni. Amen. Stop it before you start it, okay? Mielőtt valami rosszat tennél. Mit csinált? Ott mit nézett amúgy? Before you start it, okay? Ja, ezek a női streamerek, akiket lehet értékelni, hogy kik a jó női streamerek? Női magyar streamer tierlist, és nem csinálta végig. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.